Egyre több majomhimlős esetet regisztrálnak Európában, de a világ más pontjain is terjed az új vírusfertőzés. Egy hónap alatt majdnem 8-szorosára emelkedett a fertőzöttek száma a világon. Magyarországon az utolsó ismert adatok szerint 33 megbetegedést tartanak számon. De szexuális kontaktus szükséges volt ennek a terjedéséhez. Győri Gábor, szekszárdi gyermekházi orvos azt a több szülőben is felmerült tévhitet cáfolta meg stábunknak, miszerint a banánfogyasztás növeli az esélyét annak, hogy valaki elkapja a majomhimlőt. A majomhimlő egy zoonózisnak nevezett betegség, ez azt jelenti, hogy állatról emberre történik a kórokozó átvitele, tehát magyarán semmiféle élelmiszerrel mi ezt nem tudjuk átvinni. Természetesen mi emberek nagyon ügyesek vagyunk, és most már ember-ember közötti terjedés is megfigyelhető, azonban ehhez a terjedéshez nagyon szoros testi kontaktus, az esetek döntő többségében némi szexuális kapcsolat is szükséges, illetve ugye a fekete himlőre jellemzőek a kiütések, ezek a hólyagos kiütések folyadék bennéke az, ami fertőzőképes. A betegség lefolyása nagyon hasonlít az egykor nagy pusztítást végzett fekete hímlőhöz, de az orvos hozzátette, hogy annál sokkal enyhébb és jobb indulatúbb fertőzésről van szó. Általános tünetei vannak, fejfájás, izomfájdalom, nyirokcsomó duzzanat, illetve bizonyos testtájakon megjelenő piros hólyagos kiütés. A fertőzés elleni vakcina heteken belül megérkezhet Magyarországra is, de a háziorvos szerint láz- és fájdalomcsillapítással, valamint a hólyagok fertőtlenítésével ez a fertőzés karbantartható és gyógyítható.